Sziasztok! Gyönyörű, szép, napos, szép időnk van. Starthely az Bikol volt, Bikol és Lábatlan között mászkálok, elméletileg, gyakorlatilag is. És Gyűrűs Majort keresem. Idefele nem sok minden látnivaló volt, kicsit érdekes a táj, itt van a Duna, Bikol és Lábatlan között pikpakát lehet jutni, nem is gondoltam volna, hogy ilyen lazán Bikoltól itt a Duna. És még sütőfele, még arra is, de ez is egy egyszerű átlépés itt a hegyen. És mutatom, hogy Gyűrűs Major mennyire van eldugva. Ezek a bokrok mind tüskés, egyszerűen áthatolhatatlan dzsungel. Valahol ott volt, ahol ott a szép fehér színű fák, nyílek vannak. Ha nyír, remélem nem tévedtem nagyot. Valahol ott van Gyűrűs Major. Sajnos nem tudok oda bejutni és bemenni. Ott volt egy régi majorság elméletben, bár érdekes, nagyon nagy völgy van, tehát nem is gondolom, hogy ott majorság lehet volna, vagy rosszul lőttem be a helyet, vagy a térképen rosszul lőttem be a dolgokat. Előfordul, nem mindig úgy van kint a terepen a dolog, ahogy térképen, de ezt már megszokhattuk. Itt van egy kisebb fajta, ilyen kis legelőszerű valami, de ez is tüskés. Innen se látni, ne annyira a dolgokra, de rálátni. Nézzük meg. A majorságot azt ide tippeltem oda szembe, de teljesen tüskés az egész, tehát. És már adásul még egy szűk völgybe is van, tippjeim szerint. Hát, oda nem nagyon kell bemenni. Háttérben Lábatlan és a Duna. Ez a terep valamiért olybá tűnik, hogy bányászott. Tehát itt is van egy szél. Egyszerűen úgy néz ki az egész. Na most már megnézem. Tüskés az ajnőmézet is. Tehát minden szúr, minden gatyaszaggató. Hát itt is van egy ilyen nagy perem, és úgy megy lefele a bozótos. Elég érdekes az egész. És nem is tudom, hogy ugye erdei utak meg ilyenek itt nem is nagyon vannak, de tényleg nagyon sűrű ez, tehát az irányba is arra kéne lennem, a Duna fele. Egy kört terveztem, hogy lemegyek majdnem a Lábatlanig, Bikoltól Lábatlanig, és teszek egy kört vissza Bikol fele, de nem úgy néz ki, mint ami engedi. Tüske, tüske. Hát jól látszik, hogy itt van egy ilyen bubli, tehát vagy szántó volt, vagy szántották ezt valamikor, tehát jól látni a széleket. Meredek lenne vaddisznósba bemenni. Itt most a terepet elmértem teljesen. Nem erre számítottam, hogy nem fog tudni átmenni a sisnyán, és próbálok itt a sisnyásba úgy mozogni, hogy ne menjek bele a sűrűjébe, de egyre inkább kezd összeszűkülni itt a dolog. Na, itt egy állati autópálya. Na, erdőszéle. Egy repülő is attrakciózik itt. Kaki állatok vannak dögivel. Hangos vagyok. Ott is a madarak repkedtek. Érzem az állatokat, hogy vannak. Nem tőlem, nem messze, tehát észre sem veszem őket. De érzem, hogy itt vannak. Szerintem ez egy beszántott terület egyébként. Valamikor legelő lehetett, és
lett belőle ez a sisnyás. Nem is tudom. Megy a matek, hogy bemenjek-e a sűrűbe, de nem néz ki jól. Erdei ösvény, erdei út. Inkább ezt választom. Egyik oldalról vadkerítés, másik oldalról tüskés. És megint nem úgy megyek, mint ahogy terveztem. Az 1400-as térkép lábatlan, hogy valahol lábatlan mégse a Duna mentén volt, hanem mélyebben, bent a Vértes fele. Ezt keresem, illetve nem is keresem, mert én nagyjából tudom, hogy mi a helyzet, de fel kell térképezni teljesen a területet, hogy tudjam, hogy mi merre hány méter. Hát, ha egyszer lesz belőle tényleg valami, és a végén még végre valamit sikerült tényleg úgy bebizonyítanom, hogy nem lehet megcáfolni. Jó lenne, rajta vagyok az ügyön, de haladunk valamerre, tehát ha más nem túráztunk egy jót. Azt tudom mondani, hogy teljesen felborult az útvonalterv. Itt kerítés, onnan kellett volna visszajönnöm. Egyszerűen kuka a terv. És drón nem hoztam, pedig marha jó lenne most itt berepülni az egészet és megnézni föntről, hogy valóságban mi van, mert a műhold fotó az nem egészen adja vissza. A szintvonalas térkép megint nem adja vissza. A kataszteri térképe megint nem adja vissza, és egyszerűen itt is van pár fa, tehát sisnyásba. Érdekes. Egy lekerített erdőn belül van ott egy másik lekerekített erdő. De itt erre voltam kíváncsi.
elkövettem egy hibát. Mondjuk úgy kell, legyen kettőt is. Nem kapcsoltam be a Voya mikrofont, és nem vettem észre a kis telefonhoz csatlakoztatható kis adapteren, hogy villog a kék, tehát nincs kapcsolat, mert ha van kapcsolat, akkor folyamatos kéken világít. Na, és estem egy baromi nagyot még menet közben. Úgyhogy amit eddig eldumáltam, az leves, és újra fel kell venni. De mondom, mi történt. Na szóval az történt, hogy olyan sár volt az úton is a zavar alatt, és jó meredeken mentem lefele, hogy estem egy baromi nagyot. Szó szerint főborultam, mint a krumplibogár. Az órám a Garmin Epix 2, ugye, amit nyáron szereztem be, és annyira örültem neki, tényleg nagyon jól teszi a dolgát. Az órám az leadott egy vészjelzést, ilyenkor 10 másodpercig visszaszámol, nyomkodni kell rajta valamit, na nem jöttem rá, hogy mit kell rajta nyomkodni. Ezért telefonom is riasztott, de nem az Apple dolga, hanem a Garmin rész. És úgy hozta a sors, hogy hiába nyomkodtam, mint a hülye, nem bírtam kikapcsolni a riasztást. Így 10 másodpercen belül az előre beállított értesítendőket értesítette arról, hogy balesetet szenvedtem, elküldte a GPS koordinátákat, úgyhogy kis családom rögtön telefonhoz nyúlt, és ment a riasztás, és hívtak. Egy kis közjáték, amilyen részen itt a Sisnyáva bolyongok, itt egy olyan nevezetű helyet jelöl a térkép, hogy Hajdu temető, ami nem tudom, hogy miért ez a neve, hogy Hajdu temető, de kíváncsiságból erre vettem az irányt. Hát, ha van valami válasz, hogy miért ez a neve. És visszatérve az eséshez, szóval küldött e-mailben riasztást a Garmin, a többit majd anyukámtól otthon meg kell kérdezni, meg a kis családomtól, hogy még milyen módon SMS-be hogyan értesítette a családot, mert azt telefonon most nem kérdeztem meg, hanem mindenki aggódott értem. Mondtam, hogy meg vagyok, jól vagyok, egybe vagyok, természetesen nem vagyok a térképről, úgyhogy jó felszerelés kell ténylegesen. Ezt nagyon sokszor elmondtam. Az óra tette a dolgát, amire való. Egyrészt jól követi a túrát, jól navigál, és érzékeli az esést tényleg, és teszi azt, amit kell, tehát értesíti a hozzátartozókat, hogy fölborultál GPS koordinátával együtt. Érdekessége a dolognak, hogy az Apple telefonom az gyakorlatilag nem csinált semmit, nem tudtam kikapcsolni a telefonomon az értesítést, mert a sárba, ahogy estem, tiszta sár lett a kezem, tiszta ratyi lett a telefon, és úgy sem, hogy körülbelül kioldani nem tudtam, hogy milyen riasztás van beragadva, vagy milyen riasztás megy. Tehát a telefonnal ezt nagyon nem tudtam megtenni. Úgyhogy a balesetről ennyit. Csiszi-csuszi volt, benne van a pakliba, sáros, megolvadt a talaj, és ugye mondtam, hogy felszereléssel nincsen gondom, saját magamban van néha gondom, hogy elfelejtek hozni túrabotot, azt rendszeresen otthon szoktam hagyni, és ilyen úton azért nem árt, hogyha van, hogy ne csúszkálj össze-vissza, de hát ez nem jött össze. Na, itt fölbattyogunk, átmegyünk arra a másik gerincre, és úgy megyünk tovább, jó 50 fokos emelkedő dombocska, azért lihegek, pihegek, szipogok. A szipogásért ne haragudjatok, azt nem tudom valahogy kiheverni vagy leszokni róla, igyekszem. Fullba tolom a kretént megint, mert nekem sose normális utakon kell menni, még véletlenül se. Ugye, ez ilyen. Tehát Garmin óla ajánlott túrázáshoz tényleg.
Ígértem óra tesztet is. Majd lesz belőle valami. Tényleg azon vagyok, hogy az ígéreteket betartsam. Komolyan. De annyira bele vagyok merülve Bikol, Pusztamarót, Vadács és Gerecsének a környékének a kutatásába, hogy most nagyon erre vagyok fókuszálva. Érzem a vadaknak az illatát. Az előbb egy nagyon-nagyon nagy szarvascsorda vonult át tőlem nem messze. Csak az csörgés-zörgést lehetett hallani. Nem tudtam belőle felvenni semmit. Mindig lecsúszok róluk, vagy olyan messze vannak, hogy ez telefonnal nem kivitelezhető. Ugye otthon a fényképezőgép kéne használni. Lusta vagyok cipelni. Nem komfortos. Ez ilyen. Na, szóval tényleg a Garmin óra nagyon jó, a felszerelés pánybucusz nagyon jó. Tüskésbe megvoltam, tehát esés után hemperegtem, és a sár az le is pergett a kabátról, tehát jól bírta. Jól viselkedett az óra, jól viselkedik a felszerelés. Hoppá! Én viselkedek mondjuk úgy, hogy rosszul, hogy el vagyok pilledve egy picikét, és itt sűrűsödik a történet már megint. Én szoktam azt is mondani, hogy túrázást azt megfelelő felszereléssel felkészülten kell megtenni. Ezeket én azért néha el szoktam kottázni. Nem ajánlom senkinek, mert utána a saját károdon tanulsz, mint hogy másén, vagy az enyémből tanulnál. Most is az van, hogy nagyon sok térképet megnéztem erről a területről. Megnéztem kataszteri térképeket, és kimaradt a régi műholdfotó, hogy a sisnyás rész az hogyan is nézett ki, tehát kicsit félkészen álltam neki ennek a túrának. Elnézve a hegyet és a terepet, meg tudom állapítani, hogy lábatlan és piszke felől azért a körülmények előteljesen meghatározzák azt, hogy hogy lehetett átjönni a Duna felől erre. Hát erre biztos, hogy nem. Lent a Bikol-patak mentén ott már valószínűbb, ott már jártam, arról is volt videó túra, de ezt most itt ki kell zárni, ezt a sűrű sisnyás szakasz. Itt gyakorlatilag út nem vezetett át, tehát az a rész, ahonnan indultam és gyorsan át lehetett lépni lábatlanra, az a szakasz lehetett régi szekérút, arra mehetett a régi szekérút, sokkal egyszerűbb terep, mint itt. Itt teljesen lehetetlen ilyen meredeken szekérutat építeni. Biztos, hogy nem használtak erre semmit, tehát ez a terület, ez ki van csukva egy csomó mindenből itt, ahol most vagyok. Valahol alattam van egy erdei út, azt próbálom meg belőni, mert itt, hát ilyen a terep vízszintesen, tehát ebből az irányból, abból az irányból, tehát itt nagyon szekér út nem vezetett át, viszont ugye erdei, erdészeti út az van, azt megkeresem, mert felesleges itt a hegy oldalon végig mennem, mert ez negatív terület. Megvan az erdei út, hát ez biztos, hogy modernkori. Jaj, már megint a sisnyába ereszkedek lefele. Na. Hú. Nem éppen tért kimélők a terep. Na,
Egy dologra lesz jó szerintem ez a mai nap. Egy csomó mindent felderítettem és kizárhatom a kutatásból. Másrészt leteszteltem az órámat, hogy baleset esetén, ha főborulok, akkor küld-e riasztást a koordinátákról. Szóval értesíti a kicsi családot. Jöhetnek értem a barátaim. Szóval hála az égnek azért vannak. Úgyhogy vannak terepjárósok, vannak taxisok, autómentősök, kamionosok. Szóval azért sokan várnak haza, bár sokan szeretnék azt, hogy eltűnjek az erdőbe. De ezt az örömöt nem adom meg nekik. Baktatok le a hegyről. Mondanám, hogy nyugisan, de inkább elfáradva. Innen kilépve erre a tisztásra, vagy létre. Érdekes látvány fogad. Szomódi lőtér hangjai, puffogtatása ide hallatszanak. Érdekes. Illetve hát nem érdekes. Valamit az ember nem akar hallani. Bikol Leányvár. Szóval ez az irány. Ebbe az irányba haladok. A bikoli földvárról, azaz Leányvárról csináltam már videót. A YouTube oldalon meg tudjátok keresni. A várról leírást a várak.hu oldalon találtok részletest, illetve a többi várról is, ami nem csak kis hazánkba, de Nagy Magyarország területén megtalálható vár volt, vagy van. Ismét agyagos szar. Most vagy botlok a fűbe, vagy csúszkálok a sárba, vagy mindkettő. Ott lent azért megint van egy kis patak. Térkép az megint nem jelöli, ezt a völgyet se jelöli, szar se. Na, szóval itt kéne lent mennem, de látni is akarom a dolgokat, de lemenjek oda. Lemegyek. Nem szoktam ilyet csinálni, mert szurdokban nem szeretek csapatni. De lemegyünk, mert ugye van egy dolog, hogy kövesd a víz útját. És azt fogom tenni. Tudom nagyon jól, hogy a Leányvár nincsen messze, és ez Leányvár tövébe folyik. Ez az ér, vagy arra tart. Hát, gyerekek, megint érdekes dolog. Hopp, 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 hopp. Hú, majdnem elestem megint. Na. Forrás. Nem jelöli semmi. Térképen nincs, de mégis itt van. És azért itt van beton is. Tehát ez nem ismeretlen, mert nem ismeretlen, csak számomra, és az én térképeim szerint ismeretlen. A hegy másik felén ott fönt, ott van Leányvár, ugye a bikoli földvár. Azt le kéne menni, oda megyek oda. Nem szeretek menni szúrtokba, de mégis jelölve van. Kékkel jelölve van a forrás, meg a helye. Ez szerintem itt a bikoli földvár már. Ott úgy fent. Elég széles maga a völgy.
Eltűnt maga a patak. De jól látható, hogy az állatok tudják, hogy van víz. Én szerintem. Pár centire ásva a földbe. Bugyog a víz. A Bikoli földvár ott van fönt. És visszaérkeztem Bikolhoz. Tégla, ugye modernkor, tégla, tégla. Megjöttünk a modernkor termelékébe. Azért vannak falmaradványok. Akárki akármit mond. Visszaérkeztem Bikorra. Hát elfáradtam nagyon, elcsúszott a sminkem. Na szóval, ez a túra mára ennyi volt. Bikorról lábatlanra elég könnyen át lehet vágtázni a hegyen. Egyetlen egy darab út van véleményem szerint, ami szekérút lehetett, és akárhogy is nézem, az valahogy ide kötött be Bikoli leányvár mellé, tehát az utat erről a földvárról lehetett ellenőrizni, és tudták védeni. Nem voltak az ősök hülyék, és így visszagondolva tök könnyen át lehet ugrasztani a hegyen Bikorról lábatlanra, pikpak, gyalog. Igaz, hogy az én kolbászolásom az erdőbe az kicsit más volt, egy jó nagy eséssel, de ezt is túléltük. Szóval, gyűjtsetek élményeket, kövessetek minket, kövessétek a Drón Tatabánya Facebook és YouTube oldalát, megyünk előre, hajrá!